Kijön velem futni a hegyen. Már is indulunk. Ki a kapun. Nyitom a kaput. Nyitom, sikerült. És indulunk. Egy ilyen újfajta edzést akarok tartani. Ugye most azért libeg így a kezembe a kamera, nincs nálam. Na nézzétek, tessék. Nem odafutunk, nem. Nem is odafel, nem. Arra felé, de azért ez nem ilyen egyszerű. Ez nem ilyen egyszerű. Azt hiszem, legalábbis azt hiszem. Hát szigot süt a nap? Szerintem amúgy nincs szükség erre a sapkára itt a fejemben, de azért tettem fel, mert ez amúgy hajós sapka. Tehát ezt gondoltam, hogy ez így jól mutat majd így rajtam. Látjátok, ez is. Elfelejtettem. Tribord. Szóval sétálunk itt kifelé, és kitaláltam ezt az intervallum edzést. Olvastam a neten. Képzeljétek el. Olvastam a neten. Közben mutatom a helyszínt, hogy hova megyünk. Na, várjátok, mert ez eléggé mozog. Tehát ugye azoknak, akik még nem régóta nézik az oldalamat, mutatom, hogy hát kb. Egy olyan 200 méter magasan lakom, így a völgy fölött, látjátok, ott vannak lent a házak. Na hát, most rá is tudok nagyítani, de jó, élőadásban ez nem megy. Ott van a bolt, kérem szépen, oda szoktam lejárni vásárolni. Mikor nem vagyok benne biztos, hogy nyitva van vagy nincs, akkor ide kijövök és megnézem, hogy nyitva van vagy nincs. Csak viccelek. Annál lustább vagyok, inkább lemegyek és megnézem, annyira már oda is mehetek. Mögöttem ez az út felfelé a víztározóhoz vissza, azt már láttátok. Viszont oda, ahova lemegyünk, ott még nem voltunk. Tehát mi is ez az intervallum edzés? Na, tudjátok, hogy kövér vagyok, pláne meg így az ünnepek után le akarok. Na, várjátok, itt most jobban látszik, megmutatom. Íme a bolt. Íme a bolt. Nincs messze illégvonalban, csak körbe le kell keringőzni az egész hegyen ahhoz, hogy le tudjak menni. Szóval, kövér vagyok, intervallum edzés, látjátok teljesen. Most egyébként rendes cipőt is vettem hozzá, tehát ez ilyen rendes futós cipő, ilyen légpárnás, mit tudom én mi. És ez az intervallum edzés, ez valami olyasmi, azt olvastam, hogy úgy kell csinálni, hogy az ember hirtelen erőkifejtést hajt végre valamit, tehát így teljes erejéből csinál valamit, aztán utána 3-4 perc pihenő, tehát mondjuk ez tart 1 percig, utána 3-4 perc pihenő, és aztán megint. És a javaslatban az volt, hogy ez futásnál úgy jó, hogy az ember teljes erejéből fut, vagy valami, tehát úgy tényleg felpumpálja a szívverését kifulladásig, vagy valami, és ezt legjobb emelkedőn csinálni. Figyelitek? Ezt legjobb emelkedőn csinálni, úgyhogy most jövünk egy emelkedőhöz. Ja, és mielőtt még bárki azzal vádolna, hogy én ilyen sportvideókat csinálok, most nem. Megettem a pálmafánk. Nagyon melegem van. Kellett volna ezt a hacukát felvenni, de most már mindegy, ebbe fogok futni. Tehát nem vagyok ilyen Norbi update, nem értek hozzá, nem is próbálok úgy tenni, mint helyettének hozzá, csak le akarok fogyni. Azért sem ezt a videót, hogy lássátok, hogyha valaki ilyen teljesen amatőr módon le akar. Két okból csinálom a videót, az egyik, hogy hülyét csináljak magamból nyilvánosan, a másik meg azért, hogy megmutassam, hogyha valaki ilyen egyszerű eszközökkel, mint például semmi más, csak egy hegy, meg egy melegítő felső. Hangokat hallottam. Le akar fogyni, akkor ezt hogy csinálja? Nem tudom, hogy be fog-e jönni. Most kicsit szenvedek itt, aztán majd meglátjátok. De azért egy kis látnivalót is mutatok. Tehát, hogy fog kinézni ez a futás? Szóval úgy volt, hogy a hegynek fölfelé a legjobb. Tehát ilyen hirtelen emelkedőn, de azt írták a neten, hogy csak olyan emelkedőn jó felmenni, ahol így az ember ilyen egy perc alatt felér. Tehát többet nem. Na most kérlek szépen, én ezt már kétszer megcsináltam. Itt van fölöttünk a másik hegy, csak hogy tudjátok, tehát hogy elképzeljétek, hogy hol vagyok, és az meg ott lent a völgy. Az a másik bolt egyébként ott.
Az a Carrefour, oda is szoktam menni néha. Tehát ez lenne a helyszín. Kedves LKR! Tudjátok, most már LKR-nek hívom, előfizető követő rajongó. Ezt még egy párszor el kell mondanom, hogy ne felejtsem el. Tehát a cél az lenne, mutatom, hogy onnan lentről indulunk. Tehát onnan az autótól, ezen a 45 fokos meredek emelkedőn fel, és aztán ezen az emelkedőn még fel, és ez a fal az Ipi Apacs. Tehát ennek kell meglennie mondjuk ilyen 1 perc 40 másodperccel, közben sétálok lefelé. Tehát ez ilyen mindent bele. Itt már kétszer megcsináltam, tehát tudom, hogy itt fenn már alig kapok levegőt, már én ugye akkor is, ha csak sétálok. De most ezt végignézhetitek. Nem élőben, hanem így műsorban. Mert már lefelé menni is fárasztó, tehát így nem tudom, hogy megmutatni, hogy ennek is van egy... Tehát most tartom egyenesen a kamerát, akkor körülbelül így látjátok, hogy ez mennyire megy lefelé. És már ennyit jöttem. És ugye a nagy meredekség az majd ott indul be. Tehát most megint egyenesen tartom a kamerát, és akkor látjátok azt is. Jó, hát nincs 45 fokos, kicsit túloztam, de hát az belefér. Ennyi költői túlzás azért. Hát mondjuk, hogy mutassam, így mutassam. Hát azért ez eléggé. Na mindegy, néha felszoktam jönni itt kocsival, mert semmilyen más módon nem tudom a terepjáró képességeit kipróbálni a kocsinak, mint ezen a vacak úton. Látjátok, ezt úgy csinálták meg, ezt nagyon-nagyon kevesen használják. Itt a kanyarban van egy ilyen hatalmas buktató, meg minden nyavaja, úgyhogy itt csak úgy lehet lenni ilyen bazinai kocsi, hogy az ember egészen kiengedi az orrát és úgy kanyarodik be. Emberek ezt nem szokták, ezért itt felszoktak akadni. Ha mégis valakit lejön, akit olyan látványosan látjátok, teljesen ledózerolták már a kanyar, de hát ez normális Spanyolországban. Na, most vagyunk félúton, tehát oda kell majd felfutni, teljes erővel. Ez a félút, itt. És akkor folytatjuk tovább az utat le. Nem tudom, mi lesz ebből. De mondom, már kétszer megcsináltam, csak kamerával, hát nyilván teljesen más. Kamerával a kézbe intem. Még azt sem tudom egyébként, hogy a táját mutassam, a saját magamat, ahogy lihegek. Mit szeretnétek? Ez egy kicsit rossz helyen van ez a mikrofonnak ez a madzagja, csak hát én nem tudom. Be kéne tűznem ide valahogy futás közben, nehogy a kamera elé menjen, mert akkor nem fogtok látni semmit. Talán így. Ezt most mindenki mondhatná azt, hogy ezt jobb lett volna előtte megcsinálni, de hát... Azért se. Most csináltam meg. Most nem fog beakadni. Hú, ez már nagyon meredek. Ja, és direkt nem a gimbalt hoztam, mert ugye az ki... Na most várjatok így. Tehát ez az egyenes. Most tartom egyenesen a kamerát, és akkor ez a dő. Hát mennyi ez a dőlésszög? Ez azért van vagy 30, nem? 30 fok nincs. És már nem is látszik, ahol fel kell futni. Amúgy ez a telek eladó. Képzeljétek el, ez itt nagyon szépen be volt nőve olyan fákkal. Aztán egy nap ide jöttek és ledózerolták az egészet. Úgyhogy ennek köszönhetően most itt végig ilyen, így úszunk a sárba. Mert ugye amikor ilyen nagy eső van, mint most, hogy négy napon keresztül esett az eső, akkor ezt az egészet így elmossa. Tehát ehhez meg kellett volna építeni azt a sziklafalat. Mint látjátok, ott is kőből már felépítették a falat. Tehát ezt folytatni kellett volna tovább, hogy így nem mosson el minden, de hát ezt nem csinálták meg. Amúgy az a én urbanizációm, tehát amúgy ott szoktam feljönni, csak most ugye itt a hátsó úton jöttem le. Na hát, ott van fent a villa. És akkor ez a rohanós rész lenne az. És akkor most jött el ez a rész, hogy akkor most futni kéne. Nagyon kemény, tényleg már kétszer megcsináltam, egyszer így nappal. Tehát azt, hogy kétszer megcsináltam, azt úgy kell érteni, hogy felfutok egyszer, visszasétálok, felfutok még egyszer, ez egy. És akkor kétszer, tehát igazából négyszer futottam fel, de... És közben jön egy telefonhívás is, de jó. Elfelejtettem lenémíteni a telefont. Na nézzük. Hogy hogy mutassam? Inkább a tájat nézitek így? A futást, vagy inkább engem? Nem is tudom, próbáljuk így. Tehát rajt, beállok így a rajt pozícióba, rajt pozíció.
Azt hiszem, hogy kettő lesz. Tehát most mutatom magamat, és aztán amikor másodjára megyek fel, akkor már nem bírok úgyse levegőt kapni, akkor majd mutatom a tájat. Már megint hívnak. Várjatok, megpróbálom most ezt így lenémítani. Sikeresen lenémítottam a telefont. Nézem közben, látjátok, hogy jönnek lent a hegyről autó, de azok nem erre jönnek, hanem mennek le. Tehát ez csak egy ilyen kis mellékút. Na, még egyszer. Beállok a felfutáshoz, és irány, intervallum edzés, akárhogy is hívják. Fél úton vagyok, és pont jön egy kocsi, el se hiszem. Itt a karajosz. Talán! A postásom volt, és rajog rajtam. Igen. Itt vagyok. Itt vagyok. Most kéne az, hogy orr. Csak nem elég. Megtapsolt. Na. Hú. Lemegyünk újra. Hát ezt nem hiszem. Valaki eldobott egy soros üveget. Szörnyű. Hú, még levegőt kapok. Zumoljunk bele KP-ba. Ott vannak a fejekarcolók. Ilyen ez a sportélet. Megpróbálkozhatnánk egy olyannal, hogy mivel hálványon van a kamera, itt hagyom. Mert pont most mondtam, hogy itt elég jár kocsi, de látjátok most mégis. De akkor így látnátok, ahogy felfutok. Nézzük. Csak persze nem lesz egy igaz intervallum futás, mert fél úton meg kell állnom, hogy felvegyem. Így nem annyira látszik. Na, várjunk. Talán így. Jó. És akkor ott fogok felfutni.
Meddig bírtam? Hát ez gyenge teljesítmény. Nézzétek a táját. Itt vagyok. Mennyi idő volt? Megsülök. Nem kapok levegőt. Ilyen rövidnek tűnik. Aztán fél úton áll. Nem lett ettől színfaltos kapni? Hogy ezért szokták ezt edzővet csinálni? Nézzétek a hegyeket. De fel kéne mászni egyszer. Szóval... ez az intervallum edzés. Fél kettő körül lehet? Kettő? Fogalmam sincs, hány fok van. Tűz a nap. De azért öltöztem ilyen melegen, amúgy, mert készültek el, hogy hajnalra. Futás nem segíti a videózást. Hajnalra mindössze egy fokot mondtak, ami nagyon hidegnek számít itt. Esti futáshoz ki lehet fordítani a sikyakat. Várjatok. És akkor egy láthatósági mellény helyett is jó. Képzeljétek el, voltam orvosnál derekam miatt, pontosan nézzék meg, hogy mi van. Egyszer voltam már röntgenen, azt mondták, így össze van nyomódva az alsó csigolyám. Ilyen fizikoterápia, gyógytorna. Jó, azt tavaly csináltam. Elkapok lelkét. Mondom, idén nem kezdem el megint. Most már nézzük meg, mi a baj. Na, kaptam időpontot, bemegyek délre, várok. Vittem én úgy, senki nem voltam úgy. De valamit gépehetett a doktor erősen. Na, egy 20 perc múlva következek. Csomót vártam. Elküldött MRI-re. Tudja valaki, mi az az MRI? Ezért csinálnak ilyen képet belülről. A gerincemre. Csigolyákról. Nagyon örülök neki. Ez amikor így néz ki, hogy a doktor, hogy ez a házi orvosom felírja ezt a kezelést, és akkor majd valamikor a kórházból felhívnak, hogy mikor mehetek. Hát elég telt el két óra hossza, már hívtak is. 23-a. Azt mondták, hogy szombat. Akkor jól emlékszem, 23-át mondtak, azt mondták szombaton. És akkor mondom, hogy kérdezi, mikor lenne jó. Hát mondom, este szeretek dolgozni, ne túl korán. Hát csak megyek délután nyugodtan. Úgyhogy 3:15-kor. Így mondta, hogy kince-kince. Az 15:15-öt jelent. Nem tudom, hogy ott lehet-e kamerázni. Megkérdezem őket, lehetne egy élőt csinálni az MRI-ből. De annyit megkérdezem, ki kell tölteni egy 3 oldalas nyilatkozatot.
Megkérdezte az orvos, nincs-e benne fém. Mondom, nem, az Schwarzeneggerben volt a Terminátorban. De hülye vicc. Szóval, visszaérkeztünk. Otthon, édes otthon. Meg volt a mai intervallum edzés. Mint láttátok, mikor tettem fel a posztot, hajnali 4-kor. Hajnali 4-kor tettem fel a posztot, és ugye még én utána dolgoztam. 6-kor feküdtem le. 6-kor feküdtem le, először 10-kor ébredtem fel, aztán ilyen 11 körül, tehát ilyen mit, max. 4-5 órát aludtam. És most, hogy kikászálódtam az ágyból, úgy döntöttem, hogy akkor... És ugye a szememet is lássátok így az utolsó percekben. Ilyenkor le kell leülni az embernek egy kicsit, hogy meg kell menni, összeesik. Előttek itt van egy jó kis fal. Ez így. Tehát 6-kor feküdtem le, 10-11 körül ébredtem. Így 5 óra alvás után jó volt egy kis intervallumedzés, ez most felébresztett. Zuhany. És akkor folytatom a domének áthelyezését. Reméljük, ma végzek, és akkor ennyi volt a munka. Reméljük, tetszett egy kicsit a futás, mondom, nem akarom azt beállítani, hogy edző vagyok. Bármennyire is értek hozzám, mert semennyire. Valaki tud jó módszert arra, hogy lefogyjak, azt te számítva, hogy ne egyem hülyére magam hajnali 2-kor, mert az sajnos nem megy. Várom a javaslatokat. Szép napot!